Különleges kiállítás nyílt a Pécsi Egyetem rektori hivatalában. A Felsőoktatási Intézmény Művészeti Kara és a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége közös tárlatot rendezett. Az alkotásokat csángó gyerekek készítették. Augusztus 9-e és 14-e között a Lábnyéki Magyar Házban zajlott egy program közel 2000 gyermek részvételével naponta. A művészeti kar dékánya ugyanis Sepsiszentgyörgyön indított képzést, ahol szobrászat és festészet várta az érdeklődőket. Az oktatás keretében a gyerekek megismerkedtek a magyar hagyományokkal, kultúrával is. Ennek keretében a tehetségek felkarolása is cél volt az alkotó művészet területén, így kerültek a Baranyai megyeszékhelyre az alkotások. Az elmúlt nyári tábornak gyakorlatilag az eredményeit látjuk itt most. Azt, amit egyébként a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara oktatóival együtt végeztek a fiatalok. Én azt kell, hogy mondjam, hogy elcsodálkoztam a színvilágon és egyáltalán az alkotásokon, ami méltán mutatja be számunkra azt, hogy ők milyen életérzéssel, milyen saját világukat bemutató színekkel állnak elénk. A miniszterelnöki megbízott azt is javasolta, hogy legyen ebből a kezdeményezésből hagyomány. November 13-ához kapcsolódóan a Magyar Nyelvnapján a záró kiállításokat mindig ekkor rendezik meg, így a későbbiekben a tervek szerint hasonló tárlatokat szeretnének megnyitni. A most kiállított műveket egyébként 10 és 17 év közötti gyermekek készítették, akik 11 különböző településről származnak.